Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekető.hu-t nézitek, és a Dell Inspiron 17-5000-es sorozatú notebookot mutatjuk be, innen a Computex 15-ről, ahol bemutatkozott ez a készülék. 17,3 hüvelykes, fényes felületű érintőpanel nélküli kijelzőnk van, viszonylag vékony kerettel, felül van egy webkameránk, amely 2 darab mikrofont kapott. A gép alsó része ilyen soft touch borítású műanyag, egészen nagyméretű a csuklótámaszunk, és a touchpad is kellően nagyméretűre sikerült. Érdekesség, hogy ezen modell billentyűzete már rendelkezik világítással, amint látható, olyan fehér kék fénnyel világít a billentyűzet. Van külön numerikus padunk, jobb felső sarokba került a bekapcsológom. Ha lecsukjuk, akkor ez a szürke modell, amely kicsit texturázott felületet kapott, itt látható, igazából csak egy Dell logót látunk. Oldalról megnézve átlagos vastagságú van, töltőcsatlakozónk RJ45, egy hűtőnyílás, HDMI, USB 3.0, valamint SD kártyolvasó. Elő van egy akkumulátor töltöttséget visszajelző LED. Ezen kívül a jobb oldalon találunk jack csatlakozót, 2 darab USB-t, van optikai meghajtónk, valamint egy Kensington lockunk. Még a gép alján láthatjuk, van egy panel, amit ki lehet venni, és így a memóriához, hogy merre nem lesz az hozzáférünk, valamint itt felül az akkumulátort ki lehet venni, tehát ez nem beépített a készülékbe. Ha megnézzük magát a készüléket, egy könnyen felnyitható és azonnal bekapcsol igazából. Windows 8.1-es szállítja ezt a Dell, de elérhető lesz természetesen Windows 10-zel is, amint az megjelenik. Maga a kijelző igazából annyira nem szép. Egyrészt látható, hogy csak 1600x900 pixeles, azaz HD pluszos, illetve a TN paneles, tehát például felülről nagyon eltorzulnak a színek rögtön. És hiába nyomogatom, hogy nem érintő paneles, mint ahogy említettem. Dedikált grafikus kártyát ez a modell éppen nem kapott. Fél terabájtos merevlemezünk van, illetve hogy megnézzük még a hardware-t benne, akkor láthatjuk, hogy egy AMD A10 8700P processzorunk van, Radeon R6-os grafikus maggal, 1,8 GHz-es urajellel, valami 4 GB RAM került még bele. Ez volt tehát az új Dell Inspiron 17 5000-es notebook. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n, sziasztok!